Hölgyeim és uraim, tehát tárgyunk a kapcsolati tőke és az acélháló máig való velünk élése. Ennek a kérdéskörnek az az igazi izgalma, hogy volt egy rendszerváltás 1989-ben, de ugye én azt gondolom, hogy a rendszerváltás menete erőteljesen függött attól, hogy a rendszerváltás előtt milyen volt Magyarországon, a magyarországi politikában, a magyarországi gazdaságban az emberek közötti hálózatok súlya, illetve amit én használni fogok ebben a fogalommal, a kapcsolati tőkének a minősége és az ereje általában, és ami a különlegesség lesz, hogy volt egy nagyon nagy hatalmú Acél Györgynek nevezett politikus, akinek különleges képessége volt a hálózatok működtetésére, működésére, mint egy művésze volt a hálózatoknak, hogy az ő általa kialakított háló az hogyan is hatott a rendszerváltásra, és mennyiben is él máig velük. Bevezetésképpen nagyon röviden a fogalomról, ugye itt látjuk, hogy a tőke, az már a 19. századi szociológusok, közgazdászok számára nagyon fontos volt. Az egyszerűség kedvére annyit mondanék, hogy a tőke az valami olyasmi, amit az emberek beruházással hoznak létre, és amitől azt várják, hogy majd valamikor olyan profitra tegyenek szert általa, amihez egyébként nem jutnának hozzá. Ez lehet kizsákmányolás, mondjuk ahogy Marx elképzelte, lehet az emberek kölcsönös előnyét kihasználó, mindenki számára gazdaságot termelő forma, mint ahogy Adam Smith elképzelte. Lényeg az, hogy az emberiség és azon belül is az egyes társadalmi csoportok, ha tőkére tesznek szert, akkor ettől gazdagabbá és az egész társadalom működőképesebbé válik. A középen látható úr egy bizonyos Theodor W. Schultz, ő pedig azt mondta, hogy a tőke az nem pusztán a pénz, illetve azok az anyagi javak, amelyeket hagyományos értelemben tőkének tekintünk, a tudás is tőke, amennyiben a tudásnak is megvannak mindaz a jelenvonásai, ami megvan a pénznek, illetve megvan a különböző anyagi javaknak, vagyis hogyha több van valakinek belőle, akkor az profitot hoz, és ha a társadalomnak összességében több van belőle, akkor az a társadalom jobban működik. Ő tehát azt mondta, hogy a tudás tőke is egy fontos tőke, ő ezt emberi tőkének nevezte el. És végül a harmadik képen látható egy Robert Putnam nevű úr, aki is nem régen, vagyis körülbelül a utóbbi 30-40 évben olyan nagy hatású, mint a képen is látszik, ilyen profétája lett egy újabb fajta tőkének, a társadalmi tőkének, amiről is ő azt állítja, hogy az emberi kapcsolatoknak, az emberek civil aktivitásának az elegye, és amelyik, ha hozzáadódik a tőke korábbi formáihoz, együttesen létrehozza a társadalmi tőkét, és mint ilyen, egy újabb dimenzióban gazdagítja az egyes tulajdonosokat, illetve a társadalmat összességében. Na már most azt gondolom, hogy a kapcsolati tőke az ezen belül különösen értelmes tőkének nevezhető jelenség, amennyiben mindannyian tudjuk a hétköznapi tapasztalataink alapján is, hogy az, hogy milyen kapcsolataink vannak, és hogyha ezeket a kapcsolatokat mi használni akarjuk, akkor azok bizony nagyon sok hasznot tudnak a számunkra hozni, és persze fordítva is megfogalmazhatjuk ezt, hogy aki nem rendelkezik kapcsolati tőkével, annak nagyon kicsi az esélye arra, hogy sikereket érjen el ebben a mai világban. Mit jelent az, hogy tőke a kapcsolati tőke? Egyfelől azt jelenti, hogy bizony áldozatokat kell hoznunk azért, hogy ez létrejön, be kell fektetnünk a kapcsolatainkba. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy minden kapcsolatunk tőke. A nagyon szomorú világ lenne, hogyha az emberek közötti kapcsolatok mind tőkeként működnének. De az igaz, hogy vannak olyan helyzetek, amikor bizony a meglévő kapcsolatainkat elkezdjük tőkeként használni, vagyis kifejezetten cél, valamilyen meghatározott célból valamilyen kapcsolatot elkezdünk beélesíteni és hasznunkra fordítani. Ami még fontos jelenvonása a kapcsolati tőkének, hogy közben ezek a kapcsolatok megmaradnak. Tehát nem úgy van az, hogy valaki felhasználja a kapcsolati tőkét és ezzel kvázi el is használta azt, hanem ha valaki jó művésze a kapcsolati tőkének, akkor a kapcsolati tőke használatának, akkor ebből az következik, hogy ezt a kapcsolati tőkét miközben használja, még eközben tovább terjeszti is ki, újabb és újabb hálózatokat kapcsol az eredetileg meglévő hálózatokhoz, és így növeli az eredeti kapcsolati tőkét. Végül tegyük hozzá, hogy azonban ez egy kockázatos dolog. A kapcsolati tőke növelése néha kudarcba is fulladhat, sőt, jelentheti azt is, hogy ha jól rosszul működünk, akkor az a kapcsolati tőke, amiből
hasznot reméltünk, az szétesik, sőt esetleg kifejezetten ellenünk fordul. De azért mégiscsak a dolog lényege az, hogy feltételezzük, hogy ez a kapcsolati tőke a rendszerváltás során, amikor is a politikusok és a gazdaság főszereplői a rendszerváltásnak valamiféle aktoraivá váltak, akkor feltételezték, hogy a meglévő kapcsolataikat föl tudják használni a rendszerváltás alakítására. Ezt nevezzük a kapcsolati tőke útfüggő változatának. Ez azt jelenti, hogy feltételeztük, hogy ezek a kapcsolati tőke elemek, ezek ha egyszer létrejöttek a rendszerváltás előtt, akkor erősen fognak hatni magára a rendszerváltásra, vagyis hogy ez hogyan fog végbe menni. Röviden az útfüggőség fogalmáról. Az útfüggőséget úgy kell elképzelni, hogy ha egyszer van egy termék, amely terméket valaki először létrehozott, akkor azt a terméket mindenki más, aki majd követni akarja ezen a piacon, akkor bizony ezt nehézkesen fogja megtenni. Egyik híres példa, amikor is még a videókazettákat, a videórendszereket próbálták kialakítani, az az, hogy a VHS és a Betamax működött. A VHS csak annyiban különbözött a Betamax-tól, ugyanolyan jó technológia volt, csak éppen olyan hosszúságú szalagokat gyártottak, amelyekre fel lehetett venni egy egész filmet, és ezzel az aprósággal le is győzte a Betamaxot, amire ma már senki sem emlékszik. Még inkább ez a helyzet akkor, hogyha egy olyan termék jön létre, amelyik nem egyszerűen híresebbé válik, mint a többi, hanem egyszerűen azonossá válik magával a termékkel. Így például, amikor azt mondjuk, hogy Nescafét iszunk, akkor nem feltétlenül Nescafét iszunk, bármilyen instant kávét ihatunk, de mégis a Nescafét mondjuk, és ezzel mint egy reklámozzuk is a Nestlé terméket. Ezt tulajdonképpen általánosában úgy lehet megfogalmazni, hogy ki korán kell aranyat lel, és a győztes mindent visz. Ugyanennek az analógiájára lehet elképzelni azt a folyamatot, ami ugye ismert, hogy ugyanis valamikor az írógép klaviatúrája, amikor kialakult, akkor annak jó oka volt, hogy miért oda kerültek a betűk, ahova kerültek. Valójában azonban ez a útfüggőség, itt látható az eredeti klaviatúra, olyan nagy erejű lett, hogy a Q, a W, az ERT és az Y még a számítógép klaviatúráján is megmaradt ott, ahol eddig volt. Notabene ennek már semmiféle olyan oka nem volt, mint ami az eredeti klaviatúrán még megmagyaráztam. És ennek az volt az oka, itt látható az eredeti feltalálója ennek a bizonyos klaviatúrárendezésnek, hogy a gépírónők, akik megtanulták használni a klaviatúrát, maguk már abban voltak érdekeltek, hogy mindenki más is ezt a klaviatúrát használja. Ugyanilyen útfüggő folyamatként kell elképzelni a kapcsolati tőke működését a szocializmusban, ahogy így egyenként látják, hogy előjönnek az érvek, az lehet ebből levonni a következtetésnek, hogy ugye egyfelől a szocializmusban, ahol a piac és az állam sem működött igazán hatékonyan, a piac azért, mert az állam akadályozta, az állam pedig azért, mert egy ilyen totalitárián struktúrában nagyon kevés innovációnak volt helye, és nagyon rugalmatlan volt, kialakultak olyan kapcsolati tőke intenzív megoldások, amelyek segítették a piac hiányát, illetve az állam rossz működését. Ilyen volt a kaláka, ugye amikor az emberek egymásnak segítettek, mondjuk a mezőgazdaságban vagy a házépítésben, az elvtársi segítségnek nevezett eufemizmus, ami azt jelentette, hogy a szocialista gazdaság különböző pontjain lévő emberek, azok besegítettek egymásnak, hogy elkerüljék a büntetést, és mindenki érdekelt volt abban, hogy ezt a büntetést elkerülhesse. És ott voltak aztán azok a megoldások, amelyek magában az állam szervezetén belül kapcsolati tőke formájában segítették a szocializmus működését, mint egy olajozták azt. Még akkor is, hogyha ezek olyan negatív jelenségek voltak, mint a korrupció vagy a vesztegetés, illetve a párt szervezetén belül kialakuló klikkek. Na már most ennek az egész rendszernek az egyik nagyon fontos eleme volt az az acélháló, ami a képen látható Acél György nevéhez fűződik, aki nem véletlenül, tettem ezt a képet ide, éppen Kádár Jánossal rász kezett, a háttérben pedig Kádár János felesége található, ugyanis Kádár János delegálta számára azt a hatalmat, amit tulajdonképpen azért kellett az ő számára odaadni, hogy az értelmiséget 56 után pacifikálhassa, megteremthesse azt a politikai környezetet, amiben az 56-os újrakezdést a Kádár rendszer sikeresen megtette, és hogy az értelmiség ezt ne akadályozza meg. Acél György azonban jóval többet tett ennél, mert kialakított egyfajta olyan
hálózatot, amely kezdetben az értelmiséget, itt éppen így és gyűlával látható, ahogy Kádár barátságosan egy fogadáson ölelkezik, látható a háttérben a mosolygó Acél György, aki boldogan nyugtázza a sikerét a tekintetben. Így és Gyula egy olyan nagyon befolyásos értelmiségi volt, akinek a kádári hatalom alá dúcolásában az volt a funkciója, hogy legitimálja azt. Azonban amit ebből következik, az az volt, hogy ez a fajta hatalmi technika tovább gyűrűzött, és az a fajta lekenyerezés, az a fajta kegyosztogatás, az a fajta előnyszerzés, és mindezt egy személyes hálóba beépítve, amit Acél György az értelmiséggel kapcsolatban tett 56 után, illetve inkább a 60-as évek elején, az a szocializmus általános működési elvévé vált ebben az időben. Ezen a képen látható, hogy azért mindenkire nem terjed ki, például a háttérben ugye Pozsgai, aki tulajdonképpen örököse volt a hatalomban Acélnak, és aki maga is ezt a technológiát alkalmazta, de egészen más sikerrel. Röviden itt összefoglaltam azokat az érveket, amelyekből viszont arra lehet következtetni, hogy ez a bizonyos kapcsolati tőke, és ezen belül az acéli háló, ha egyszer kialakult, akkor olyan tehetetlenségi erőre tesz szert, amely tehetetlenségi erő túléli a rendszerváltást is. Hiszen belátható, hogy ha egyszer valaki részévé vált egy ilyen hálózatnak, megtanulta azt annak a módját, hogy hogyan kell ebben sikeresnek lenni, akkor maga is érdekelté válik a háló fenntartásában, eközben a háló egyre jobban kiterjed, egyre többen juháznak be ebbe a hálózatba, vagyis összességében a hálózat tőke értéke nő. Végül pedig kialakul egy olyan kultúra, ami elfogadottá teszi ebben a hálózatban való tevékenységet, vagyis a hálózatnak minden következménye egyre inkább elfogadottabb, egyre inkább magasra értékelté válik, vagyis az egésznek a tehetetlenségi ereje meghatározhatatlan nagyjá nő. Ami még itt bekövetkezett, az az, hogy a rendszerváltás során olyan speciális folyamatok is végbe mentek, amely folyamatok még jobban megnövelték ezeknek a kapcsolati tőke tehetetlenségi elemeknek az erejét, ugyanis a rendszerváltásra az elszegényedő emberek a védekezéshez, a határok kinyílása a vállalkozó kedveknek különböző csempészési formákban, a kárpótlás és a privatizáció, mint az eredeti szocialista tulajdon újraelosztásának módjai, és általában az informális gazdaság olyan kapcsolati tőke intenzív elemek, amelyek a már meglévő nagy tehetetlenségű erejű kapcsolati tőkét még tovább fokozták, még inkább felértékelték ennek az értékét. Összességében már csak annyit kell ehhez hozzátenni, hogy és ráadásul Acél György imázsa sem kopott meg, éppen az a hatalmi mód, az a kapcsolati tőke készség, amelyet ő megvalósított, mint itt a képen olvasható idézetben, nosztalgikus formában, azok, akik maguk személyében is túlélték a rendszerváltást, de olyan formában is, amikor mások hivatkoztak erre, hogy ugyanis nem lehet a kapcsolati tőke nélkül sikert elérni, ha ők kapcsolati tőke nélkül próbálnak a gazdaságban sikeresek lenni, akkor hülyének néznék őket, tulajdonképpen kizárnák őket azokból az elvekből, amelyek alapján egyáltalán sikeresnek lehet lenni. Tulajdonképpen egy olyan általános kultúra jött létre, amely kultúra azt jelentette, hogy a rendszerváltás során, és most már a rendszerváltás után is, a kapcsolati tőke nélkül nem lehet elképzelni a sikerességet sem a politikában, sem a gazdaságban. Márpedig be lehet látni, hogy ha egyszer egy ilyen szubkultúra kialakul és megerősödik, akkor ez magát a rendszerváltást is a kapcsolati tőke egyik lehetséges küzdelmi terepévé teszi, és örökre fönn fogja tartani a kapcsolati tőke érzékenységét.